Százszor 1 millió forintot nyerhetnek azok az iskolák, akik részt vesznek a Millió Lépés az iskoláért kampányban. A Millió Lépés applikációban 60 féle típusú mozgással lehet lépésszámokat gyűjteni. A kampányhoz a szekszárdi Dienes Valéria általános iskola is csatlakozott, immár második éve. Ki tudom választani, hogy én ma pilateszen voltam, összesen 60 perces, és azt majd hozzá fogom adni. Már a tavaly évben is csatlakoztunk ehhez a felhíváshoz, és hát tavaly nem kerültünk bele a sorsolt iskolák közé, de nagyon lelkes volt a csapat, és idén szerettünk volna újra benevezni. Sok diákunk is részt vett benne, tavaly az összes osztály, idén még nem csatlakozott az összes osztály, de folyamatban van. Megszólítottuk is a szülőket is, tavaly is és a mostani évben is, illetve vannak sportolói támogatóink is, úgyhogy bízunk benne, hogy ebben az évben, ebben a tanévben legalább olyan sikeres lesz, vagy még sikeresebb a lépésszámaink, mint az előző tanévben. Jó, tehát az országos kék kört kell megtenni 7-szer. Gyakorlatilag erre van 3 hónapunk. Minél többször teljesíti valamelyik iskola a kék kört, annál nagyobb lesz az esélyük nyerni. Nagyon örülnénk neki, ha bekerülnénk a sorsolt iskolák közé, de egyébként nem feltétlenül csak ezért csatlakoztunk ehhez a felhíváshoz. Maga az iskola egyébként egy sportos szellemiségű suli. Én azt gondolom, és a kollégák is, hogy a sok szellemi leterheltség mellett azért nagyon jót tesz a gyerekeknek, ha bármilyen mozgást végeznek, ha bármilyen sportos aktivitást végeznek. Az applikáció egy edukációs kampányként is szolgál. Minden nap fogunk kapni egy tudta-e üzenetet. És ezekkel a tudta-e üzenetekkel most a férfi egészségre szeretnénk egy kicsit fókuszálni. Tehát arról lesz benne szó, hogy miért fontos a mozgás, hogyan tudunk odafigyelni jobban az egészségünkre, és hogy hogyan tudunk odafigyelni az apukák, a szülők, a nagyszülők, a férfi tagjainak az egészségére. Úgyhogy azért is lett ennek a mostani kívásnak a neve a Gyerünk apukám. Az egészségről szóló napi üzenetekből minden héten kvízjátékot is tartanak. A játékhelyes megoldói között értékes nyereményeket sorsolnak ki. A 100x 1 millió forint nyereményből pedig az intézmények sporteszközöket vásárolhatnak. A kihívás december 8-áig tart.